Hamar lebuktunk volna. Várkonyi André és Zsidró Tamás. Várkonyi André elárulta, mikor kerültek közelebb egymáshoz Zsidró Tamással. A csinos műsorvezetőnő elárulta, miért döntöttek úgy, hogy a nyilvánosságra hozzák kapcsolatukat. A hét elején robbant a hír, Várkonyi André és Zsidró Tamás egy párt alkotnak. A szerelmesek azóta már közösen is megjelentek a nyilvánosság előtt. A csinos műsorvezető most azonban elárulta, miért döntöttek úgy, hogy a pár hónapja alakuló kapcsolatot felvállalják országvilág előtt. Egyrésztről viszonylag sokat mozdulunk ki, így hamar lebuktunk volna. Emellett szerettük volna elejét venni a találgatásoknak. Annyit elárulhatok, hogy bár már régi az ismerettségünk, csak tavaly decemberben kerültünk közelebb egymáshoz. Kezdte a Hot magazinnak Andi, ugyanakkor szinte korai lenne még bővebben mesélni magukról. Mindketten reménykedünk abban, hogy jól alakulnak majd a közös dolgaink. Azonban óvatosak vagyunk, nem csak a nyilvánosság miatt, hanem a korunkból fakadóan is. 40 felett az ember már kétszer megfontoltabban áll egy friss, alakulóban lévő kapcsolathoz. Köszönjük a sajtó érdeklődését, de éppen azért posztoltuk ki mindketten ugyanazt a közös képet, mert szerettük volna mi megosztani elsőként a hírt a követőinkkel, és ezzel elkerülni az esetleges találgatásokat, pletykákat. Folytatta a Szőke tévés, aki hangsúlyozta, kedvesével mindketten elváltak, gyermekeik is vannak, akik számukra a legfontosabbak. Ti mit gondoltok a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.